szervezet kapitánya jelentem, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságon 168. évfordulója alkalmából a bandérium felsorakozott. Köszönöm a jelentést, adást, tartsuk meg a szemlét! A déli harangszóval és a huszárok felvonulásával vette kezdetét ma március 15-i központi rendezvény. A Mártonáron térre népes ünneplő sereg gyűlt össze, hogy tisztelegjen a szabadságharc emléke előtt. Az ünnepség koszorúzással folytatódott, a Vasszékely szoborhoz politikai alakulatok, civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek helyezték el a kegyelet virágait. Az ünnepségen történelmi egyházaink képviselői is felszólaltak, kiemelvén a forradalom mára is érvényes üzenetét. Énekkarok előadása, szavalatok színesítették továbbá a programot, majd Bunta Levente polgármester beszélt az ünneplőkhöz. A magyar szabadságharc kitörésének 168. évfordulóján főhajtással emelkezünk azokról, akik semmitől vissza nem riadva történelmünket, egy legemlékezetesebb eseményt kezdeményeztek és harcolták végig. A 48-as ifjak mellé a magyar főváros és rövidesen pedig az egész ország népe csatlakozott, és kibontották a szabadság zászlaját. Ma ez az elhatározottság és a felelősség emlékeztet, hogy a legkedvezőtlenebb helyzetekben is elsősorban csak magunkra számíthatunk, saját erőnkre, saját közösségeink elszántságára. A téren felállított színpadon a Boróka Néptánc Együttes előadása zárta a március 15-i ünnepséget.